Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön még több Titanfall, de most viszont kivételesen YouTube-ra fogunk beszélni, mert jól látjátok a címet, YouTube a gamerekért, mert úgy néz ki, a YouTube mint olyan egy kicsit megmozdult a gamerség irányában, mégpedig nem csak a gamerség, ebben nem vagyok biztos, de lehet, hogy egy bizonyos szemszögből mindenki más irányába is, és ezt szeretném most veletek kitárgyalni, szeretném, hogyha hagynátok kommentet, hogy ti mit fogtok gondolni a dologról, és hogy hogyan fog alakulni a YouTube jövője, mert hogy azt mondja, most talán érdemes meggondolni a videózás YouTube-ra, viszont azt is érdemes meggondolni, hogy milyen műsorral rukkolsz elő, mert ha valami nagyon jót csinálsz, akkor bizony most nagyon jól járhatsz a YouTube-bal, de menjünk szépen sorrendbe. A leírásban ott van egy Titanfall gameplay, nagyon érdekes gameplay, mert az bizony 60 FPS-sel van feltöltve YouTube-ra, és annyival is van lejátszva. Igen, igen, bizony a YouTube úgy néz ki, hogy előbb-utóbb mindenkinek, most még egyelőre csak kiválasztott tagoknak, de előbb-utóbb mindenkinek hozzáadja a 60 FPS-es feltöltési lehetőséget a videóhoz. Amiről úgy gondolom, hogy nagyon jó dolog, ugye YouTube 30 FPS-sel játssza le a videókat, azért játékok szemszögéből ez nem annyira kifizetődő, 60 FPS-sel sokkal szebb, folyamatosabb képet kaphatunk, és tehát igazából a videók minősége sokkal jobbak lehetnének, hogy ezt így röviden és érthetően elmondjam, hogy nem menjünk bele a technikai adatokba. A lényeg az, hogy ez egy nagyon jó gondolat a YouTube-osokra, és hát a Google részéről, és úgy gondolom, hogy ja, ez egy jó lépés, ezt szeretjük, és fogjuk is szeretni, végre nagyon jó videókat lehet feltölteni, és aki lecsakolja majd azt a 60 FPS-es gameplayt ott a leírásban, az szerintem azért úgy egy bizonyos szempontból el lesz nyugodva, főleg azok, akik videóznak, mert tényleg lényegesen szebb, folyamatosabb képet lehet vele elérni. A másik dolog, amivel beújít a YouTube, és talán rá is fog verni egy kicsit a Twitch-re ebből a szempontból, úgy néz ki, hogy a gamereknek, de nem biztos, lehet, hogy majd mindenkinek előbb-utóbb javítsatok ki, aki hallott már róla, vagy tud valamit bővebben, de biztos, hogy jön, csak nem tudom, hogy csak gamereknek, vagy úgy általánosan mindenkinek, hozzá fog adni egy pénzkereseti lehetőséget. Magyarul, ha úgy gondolod, hogy a kedvenc videósod nagyon jó munkát csinál, és szeretnéd, ha folytatná, amit csinál, akkor őt támogathatod egy bizonyos összeggel. Na most ugye ezt a Twitch is csinálja, nagyon, nagyon jól csinálja, ugye sok emberrel pénzt keres Twitch-en, live közvetítéssel, stb. A Twitch TV mindezért 50%-ot kér, tehát a te bevételed után a Twitch az 50%-ot fog elvenni. Na most a YouTube-osok úgy döntöttek, hogy ez legyen csak 21%, ugye a YouTube 21%-ot vesz el majd a te bevételedből, hogy úgy mondjam, és azért ez lehet, hogy egy kicsit azért meg fogja szorongatni a Twitch-et, hogy úgy mondjam, azért 21% az nem mindegy, és a YouTube-on is nagyon jól lehet akár livestreamelni, lehet akár mit csinálni, azért nem egy rossz dolog. Nos, kitérve a témára, ugye, hát, hogy milyen, és miért mondtam azt, hogy érdemes megfontolni, hogy a videózást, ugye, most így, hogy ez jövőben így néz ki, úgy gondolom, hogy tényleg érdemes elkezdeni a videózást, és viszont szigorúan azt gondolom, hogy akkor, hogyha tudsz valami értelmes műsort csinálni, vagy valami olyasmit, amire vevő a nép, mert akkor bizony valószínűleg lehet vele jó pénzt keresni, mert ugye van egy kedvenc videósunk, ez is egy munka, ez is hozzáteszi a tehetségét, az az adott videós, a munkásságát, és úgy gondolom, hogy egy jó dolog, hogyha az ember elismeri annak a videósnak a munkásságát. Úgyhogy mit akartam én ebből kihozni? Ja, igen. És van egy olyan érzésem, hogy sok videós is fog elhalni ebből a szempontból, akinek nincs egy jó műsora, vagy nem tud valami jó koncepciót kitalálni, az minden bizonnyal el is fog halni ebből a szempontból. A másik meg, hogy
Gamerség ide vagy oda, azért érdemes leszerződve lenni egy olyan céggel, mint például ugye a Machinima, vagy a Maker Studio, vagy ezek, ha a másé nem a pénzé, azért, hogy a jogdíjas tartalmat, hogy a gamerség esetében az le legyen védve, mert ugye az ilyen cégek megvásárolják a jogdíjat, mint például az ilyen játékoktól, hogy a Titanfall, ezért te, mint gamer, aki le vagy velük szerződve, feltöltheted azt a játékot tulajdonképpen, mert ha nem, és hogyha masszív pénzösszegeket keresnél mondjuk, valaki másik a tartalma, azért bizony jogi problémák is állhatnak, na de gamerségről ennyit, úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog, Mert úgy, ahogy vagyunk minden videós, én is, és mindenki más is úgy gondolom, szeret pénzt keresni a munkájával, azzal, amit csinál, mert ez egy hobbi, olyasmi, amit élvezünk, és szeretünk, és jól esik, hogy pénzt keressünk vele, és a YouTube-ról ez egy, YouTube részéről ez egy jó megmozdulás, úgy gondolom, amellett, hogy 60 FPS-en lehet feltölteni, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog működni. Ami az érdekes, hogy a Magyarországon azért nem tudnám, hogy ez akkora divat lenne, hogy az emberek támogatják a videósokat, vagy azokat a videósokat, akik ezt szeretnek. Ugye a nyugaton, Amerika, Anglia, stb. Itt már azért egyre divatban van, hogy úgy mondjam, és az embernek szokták támogatni a videósokat, amiről tényleg azt gondolom, hogy egy jó ötlet. Kíváncsiak, ti hogy álltok hozzá? Támogattatok-e ti már videót? Mit szóltok a YouTube-nak ehhez a lépéséhez? Mert azért azt hiszem, hogy ez azért fogja érinteni masszívan ezt a piacot, és azt hiszem, egy kicsit talán rendezni fogja a videósokat abból a szempontból, hogy az marad életbe, aki a erősebb szik című történetből, tehát aki jobb műsort tud kitalálni, vagy őrültebb műsort tud kitalálni, vagy be tudja vonzani a közönséget, és úgy gondolom, hogy egy jó dolog, hogy igen, hogy támogatjuk a videósokat, mert tényleg minden videós valahol a lelke mélyén szeretne ebből pénzt keresni, és azért, egy része azért is csinálja, és mivel nagyon élvezi ezt a munkát, jól esik a rajongóinak a támogatása. Nos, nagyjából ennyi lett volna, egy ilyen apró update, hogy úgy mondjam, és ja, csekkoljátok le a Titanfall linket, szerintem nagyon jól néz ki az a játékmenet, és nagyon jól szép az egész videó, úgy ahogy van, szóval nem lesz ez egy rossz dolog, és én legalábbis Necrocream úgy gondolom, hogy ez a pénzbevételezős dolog sem lesz rossz dolog a YouTube részéről, csak talán ugye Magyarországon nem akkora divat ez, szóval ja, erre azt hiszem még úgy rá kell szokni egy-két dologban, még európaiasodnunk kell, hogy úgy mondjam, hogy értékeljük például a művészeteket is, és az azzal járó dolgokat, vagyis hát bármi, ami annak számít, amit egy videós is képes letenni az asztalra, azt is értékeljük, mert az is egy munka és művészet és tudás van mögötte. Nos, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok! Kill the enemy targets and protect ours!